kedves barátaim, ebben a videóban bemutatok nektek egy szenzációs társas játékot. Ezt én találtam ki, egy memória játék továbbfejlesztéséből született a játék. A neve pedig állatfialtató, vagy bocsánat, nem, állatszaporító, a nagy fialás verseny, az a játék neve. Kártyák vannak, összesen 24 darab, különböző állatokkal. Csak az állat neve van megadva, például itt egy ilyen farkas, van egy ábra hozzá, egy farkasról, és meg van adva, hogy hány utódot hoz a világra, ez például 3-tól 6-ot. Nézzük, hogy kell játszani a játékot. Először is, eldöntjük, hogy hány lapot szeretnénk leosztani. Mi általában 3-3-at szoktunk leosztani, de most azért, hogy egyszerűbb legyen és gyorsabb legyen a játék, csak 2-2-t fogunk leosztani. Tehát 1-1-1-1. A maradék paklit egyenre félre tesszük. Felhúzzuk a lapokat. Nézzük, mink van. Nekem van egy nyulam, 2-5, és egy gyíkom, 6-14 utóddal. Na most a nyúl átlaga az 3,5, tehát az kerül előre, a gyík átlaga az pedig 10, az kerül a második helyre. Átlag szerint növekvő sorrendbe kell őket rakni. Ha pont egyenlőség van az átlagban, akkor a nagyobb maximumú követi a kisebb maximumút. Nézzük a másik félnek, játékos társamnak. Egy farkasa és egy rókája van, növekvő sorrendbe is rakta őket. Először is a két leggyengébb csinálja a versenyfialást. Nyúl a farkas ellen. A nyúl a farkas ellen. No, és akkor most jön a kockás füzet. Ugyanis kockás füzetbe rá kell rajzolni egy számegyenest. Most nagyon egyszerű, 0-tól 5-ig lesz a számegyenes. Felülre kerül a farkas mondjuk, mindegy egyébként, hogy melyik van fölül, melyik alul, legyen a farkas fölül, azt mondja az akkor 3-6 utóddal, ide írok egy F betűt, hogy ez a farkas, alul pedig a nyúl 2-5 utóddal. Ide írom a nyulat. A hosszabb szakaszú szokott kezdeni, de most mivel egyenlő hosszúságú, ezért kőpapírolóval döntjük el, hogy ki fog kezdeni. Kőpapírolló. Én nyertem ollóval, elvágtam a papírt. Oké, tehát akkor a nyulat megfialtatjuk. Nézzük, hányat fog fialtni. 2. Na most a 3-as tartományt úgy felezzük le, hogy így. Mindig tartományokat felezünk. Tehát most a nyúl az eddig úgy áll, hogy 2 vagy 4 utódja lesz. Hogyha a dobókockával 1-3-ig dobunk, akkor alsó tartományba felezünk, hogyha 4-6-ig, akkor a felsőbe. Nézzük a következő dobást. 6, felső tartományba felezünk. Tehát akkor utolsó dobás 1, itt van a végleges szám, 3-at fialt a nyúl. Nézzük játékos társamat. 5. Akkor tehát felső tartomány, 3, alsó tartomány, és a végleges szám pedig 5. 5-5 fialt. Tehát az 5 nagyobb, mint a 3, tehát játékos társam elvitte a két kártyalapot. Eddig szuper. Következő, gyík harcol a rókával. Mind a kettő tartományban fial, és van átfedés a tartományok között, tehát le kell játszani ezt is. Ha nem lenne átfedés, ha mondjuk a gyík 8-14-et fialna, akkor a rókát azonnal vinné. De így nem, így le kell játszanunk, hosszú számegyenest harcolunk. 0, 5, 10, 15... A gyíkot fölvesszük felülre, vagy bocsánat, nem én szoktam alul lenni, tehát akkor legyen inkább a gyík alul. 6,
14, a róka pedig felül, 4 hét. Oké. Mivel az én tartományom a hosszabb, ezért én kezdek. 2, alsó felezés. 1, megint alsó tartomány. 6, felső tartomány. 4, megvan akkor a fix érték. Azt mondja, hogy mennyi ez? 8. 8-at fialt. Igazából ezzel el is dőlt a játék, mert a róka az semmiképpen nem tud 8-at fialni, úgyhogy ezzel tulajdonképpen én elvittem ezt a két lapot, és megnyertem. Jó. Vagyis, hogy a játékot nem nyertem meg, hanem döntetlen lett a játék két-két lappal. Na, de most játszunk el egy, vagy gondoljunk még egy olyan esetet, hogy mi történt volna akkor, hogyha ugyanannyit fial mondjuk, a gyík meg a róka. Ez előfordulhatott volna, hogyha a gyík mondjuk hetet fial, és a róka is valahogy pont hetet fial. Tehát egyenlőség van a kettő között. Hogyan folytattuk volna a játékot? Na, hogyha pont egyenlőség van, akkor nem visszük el a kártyákat, hanem második felvonás következik, mégpedig pótszaporodás. Húzunk egy-egy lapot, egyet a játékostársam, egyet pedig én. Most az történt, hogy a róka mellé egy vidrát húzott. A gyík mellé én meg egy sünt. Azonnal látszik viszont, hogy ezek a tartományok már nem biztos, hogy átfedésben lesznek. Nézzük meg. Ennek a maximuma 2 meg 7. Az 9, tehát legjobb esetben is 9 utódja lesz játékostársam esetén a kártyáknak. Az én esetemben viszont legrosszabb esetben is 6-3, hoppá, az is 9. Akkor ez azt jelenti, hogy akkor le kell játszanunk ezt a meccset, mert előfordulhat ismét pont egyenlőség. Tehát nem egyértelmű, hogy kiviszi el a 4 lapot. Le kell meccselni. Úgyhogy akkor lejátsszuk ezt a pótszaporodós fordulót is. Azt mondja, hogy 0, 5, 10, 15. No, azt mondja, hogy akkor fölveszem a gyíkot. A gyík az ugyanúgy 4-től, vagy bocsánat, 6-tól 14-ig, mint előzőleg. A sűn, amit húztam, az pedig 3-7. 3-tól 7-ig. Sűn. Játékostársamnak van egy fix értékű kettes fialású vidrája, és egy rókája, ami 4 hetet fial. 4 hetet fial, róka. Enyém a leghosszabb a gyíkkal, úgyhogy kezdjük azt kiszámolni, hogy akkor mennyi dobtam egy kettest, mennyit fial. A gyík azt mondja, hogy bocsánat, itt eddig kell elhúzni. Lefelezzük a tartományt, alsó félre, 6-ot dobtam, felső, 5-öt dobtam, felső, 5-öt dobtam, megvan a fix érték, 10-et fialt a gyík. Tulajdonképpen ezzel el is dőlt a játék, mert már a legjobb esetben sem tud a játékos társam 10-et fialni. Nekem már a gyík 10-et fialt, a játékos társam legjobb esetben is 9-et képes. Úgyhogy ezzel el is dőlt a játék, tehát itt most ebben az esetben mind a 4 lapot elvittem én. Viszont tegyünk fel még egy gondolatkísérletet. Mi lett volna akkor, hogyha ismét pont egyenlőség jön ki? A pótfialások eredményeképpen mondjuk ide kijön azt, hogy a vidra ugye fixen 2-t fial, a róka kimaxolja magát, és hetet fial, az összesen 9 utód. Az enyém pedig, hát a lehető legszerencsétlenebbül alakulnak a fialási számok. Fialjon a sűn 3-at, a gyík meg 6-ot, 3 meg 6, az 9. Tehát ismételt pont egy egyenlőség is adódhatott volna. Akkor az lett volna, hogy húzni kellett volna újra egy-egy lapot.
újra kellett volna egy-egy lapot húznunk, és egy hármas pótfialtatást elvégezni. Most ezt már nem játsszuk le, de az előzőek alapján ez is érthető, hogy hogyan zajlott volna. Szóval egy rendkívül izgalmas, kreatív játékkal állunk szemben. Köszönöm a figyelmet!